A déli tumultus után pihenő a nappali melegedőben. Az oltalom szeretett szolgálat ilyenkor a téli időszakban van, hogy több mint 140 adag ebédet oszt a hajléktalan embereknek. A hideg miatt minden évben megelőző intézkedéseket is bevezetnek. Ilyenkor a intézményünkben a nappali melegedőnek és az éjjeli menedékhelynek a nyitvatartását közelítjük. Ugye a gyakorlat az, hogy egy kicsit legyenek azért a klienseink intézményen kívül is. Ilyenkor tovább maradhatnak az éjjeli menedékhelyen, nem kell korán reggel eljönniük, és hamarabb kinyitunk az éjjeli menedékhelyen, illetve a nappali menedékhelyen is hosszabb nyitvatartási idő van. Igyekszünk itt a nappali melegedőn is több ételt adni nekik, hogy a fizikai állóképességük megmaradjon, illetve zsíros kenyérrel, meleg teával várjuk a rászorulókat az éjjeli menedékhelyen is. Nyíregyházán szakemberek szerint közel 400 hajléktalan él, közülük 40-en rendszeresen az utcán tartózkodnak. Az evangélikus egyház fenntartásában működő oltalom szeretett szolgálat a bentlakásos és átmeneti elhelyezésért, valamint a népkonyhás étkeztetésért felel, a periféria egyesület pedig több utcai szolgálattal segíti a hajlék nélkülieket. Ezek mellett krízisautó és diszpécser szolgálatot is működtetnek. Az összefogásra a szervezetek különösen a téli időszakban nagy hangsúlyt fektetnek. A mentők, a rendőrség, az önkormányzat, a periféria egyesület és mi oldalom szerezett szolgálatként vagyunk ebben leginkább jelen. És nyilván, hogy aki lát ilyen típusú embert, vagy segítségre szorul, az bármelyik szervezetet hívhatja, értesítheti, hogy ez a segítőháló ezen a módon is működésbe lépjen. A hétvégén jelentősebb éjszakai lehűlés várható. A szervezetek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy aki beteg, maga tehetetlen embert lát a hidegben, jelezze a 42-es körzet 504-618-as éjjel-nappal hívható telefonszámon.